Jelenleg egy autószalon építésénél vagyunk, ide a lejjebb több terméket is szállítjuk. Többek között kérekfalakat, kérekfödémeket és a lejjebb üregesfödém pallóját. Az építkezés érdekessége, hogy ide 16 méter hosszúságú födémeket szállítunk, melyik 50 cm vastagságúak. Itt azért volt szükség erre a födém vastagságra, mert ezen a födémen a későbbiekben autókat is fogunk tárolni. Az autók egyébként egy autoliften fognak feljutni az emeletre, amit egyébként meg lejjebb kérekfalból építettünk. Ez egy nagyon gyorsan építhető födémrendszerünk, mivel rendelkezünk saját gépparkkal, just in time tudjuk intézni a fuvarokat, tehát percről percre megvan adva, hogy mikor érkezünk ide a fuvarokkal, és a kivitelező a darujával egyből a helyre tudja emelni az elemeket. És a gyorsasága is kiemelkedő ennek a terméknek, itt akár 6-700 négyzetméter födém is beemelhető egy nap alatt. Nagyon-nagyon kevés élő munkaerővel építhetőek a szerkezeteink. Ez fontos a mai világban, ahol nagyon kevés a jó szakember. Gyakorlatilag 4-5 emberrel építhető még egy ilyen nagyobb volumenű beruházás is. A lejjebb üreges födémpallók nagyon sokrétűen felhasználhatóak, többek között ipari felhasználása, mezőgazdasági, de akár a lakossági fronton is megjelentek már ezek a födémek. Ha valaki kíváncsi, hogy mennyibe kerül egy ilyen födém, akkor a lejjebb.hu oldalon található födémkalkulátorral ezt is megtudhatja. A gyorsaság mellett nagy előnye ennek a födémnek, hogy nem igényel alátámasztást, így miután a födémpallók fölkerültek a helyükre, és megkapták a minimális felbetont, illetve koszorúbetonozást, gyakorlatilag azonnal lehet a födém alatt dolgozni, tehát lehet a további szakirányú munkákat elkezdeni. A rendszereink összeépíthetőek, akár a kéreg falunk is fogadja a lejjebb üreges födémpallót. Itt nagyon fontos, hogy a tervezőasztalnál már ezek a csomópontok ki legyenek találva, a rétegrendek, a falvastagságok, tehát hogy itt passzoljanak a csomópontok. A lejjebb termékmenedzser kollégái rendelkezésre állnak már a tervezési folyamatban is. Felveszik a kapcsolatot ilyenkor az építész, a statikus tervezőkkel, továbbá a kivitelezővel is felveszik a kapcsolatot, hogy ő is minél felkészültebben, minél könnyebben tudja ezeket az elemeket összeépíteni.